Rákhegyen lakok, és ugye ott már egyszer megszűnt a köfénposta, akkor most megszűnik a másik, a Késmárki, a Budai út. Hát, kicsit rossz az így. Sokakat foglalkoztat a székesfehérváriak közül az, hogy melyik postahivatalt tudja majd felkeresni a jövőben. Az energiaválság miatt a Magyar Posta is takarékoskodni kényszerül, emiatt több fehérvári postafiók működését felfüggeszti a téli időszakra. Az intézkedésről azonban a Magyar Posta hivatalosan nem tájékoztatta a várost. Székesfehérvár polgármestere ezért is fordult levélben a Magyar Postához, melyben a vezérigazgatót arra kérte, erősítse meg a fehérvári fiókok bezárása csak a téli időszakra vonatkozik. Cserpalkovics András polgármester a Fehérvár Televízió Köztér című műsorában beszélt a részletekről. Nem mindegy, hogy most egy átmeneti időszakról van szó, vagy adott esetben húzamosan erre kell felkészülnünk és berendezkednünk, úgyhogy várjuk a postától a hivatalos választ ezekre a kérdésekre, és két dolgot pedig felajánlottunk. Egyrészt, hogyha azt a magyar, illetve az Európai Unió szabályok lehetővé teszik, vagy amilyen formában lehetővé teszik, mi készek vagyunk tárgyalni egy esetleges rezsitámogatásról bizonyos postahivatalok működtetése tekintetében. Nem tudom, hogy erre van-e jogi lehetőség, korábban nem volt, pont az uniós szabályok okán, de ha van, akkor felajánlottuk a postának, hogy ezeket keressük meg, találjuk meg, és akkor nézzük meg, hogy bizonyos postahivataloknál jelenthet-e ez megoldást, hogy nyitva tudjanak maradni. A polgármester hozzátette, a levél tartalmaz egy javaslatot arra nézve is, hogy az önkormányzat és a posta közösen indítsanak tájékoztató kampányt a fehérváriak számára az online digitálisan intézhető postai ügyek megismertetése érdekében, hiszen a lakosság egy része továbbra is személyesen intéz régóta digitálisan is bonyolítható postai ügyeket. A polgármester a köztérben az együttműködés fontosságára is felhívta a figyelmet. Ne a sajtóból értesüljünk mondjuk a posta hivatalainkat érintő döntésekről, hanem kapjunk róla tájékoztatást, ha van lehetőség, akkor tárgyaljunk, ha van lehetőség, hogy esetleg az önkormányzat egy kiegészítő támogatásával tudjuk biztosítani, akkor ez lehet, hogy a maroshegyieknek, a szárazrétieknek, az öreghegyieknek egy jelentős kedvezményt tudna adni. Nem tudjuk, hogy minden esetben van erre lehetőség, hiszen az Európai Uniós szabályokat is be kell tartani, de ha nem tárgyalunk róla, akkor ez ki sem derülhet. Úgyhogy én bízom benne, hogy például a postával is le fogunk tudni ülni, és meglátjuk, hogy jutunk-e valamire, nyilván tájékoztatni fogjuk az itt élőket róla. Időközben megérkezett a Magyar Posta ZRT vezérigazgatójának október 28-án keltezett levele a polgármester számára. A levél a sajtóból is megismert tényeken túl lényegi újdonságot, információ többletet nem tartalmaz, így Cserpalkovics András fenntartja a szerda esti levelében foglaltakat.